Fából készült kanalat is készíthettek azok, akik kilátogattak a népkertbe szombat délután. Az első 60-i családi napon minden korosztály megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot. Kipróbálhatták a szegvét, kvadozhattak, de ugrálóvár és kovácsmester is várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. A gyerekek pedig több mindent is kipróbáltak némi segítséggel. Hogyan kezdted el készíteni a kanalat? Papám segített. Voltál már esetleg körbe, és megnézted, hogy milyen játékok vannak? Tetszett valamelyik közül? A trambulin meg az ugrálóval. Csináltunk tetoválást. És milyen tetoválást csináltak neked? Angry Birds-eset. Az arcfestés is nagyon népszerű volt. Azt is elárulták, mik voltak a kedvenc motívumok. A lányoknak pillangó, meg ilyen tündéres motívum. Egy különleges kérés volt, egy fát kért egy kislány az arcára. A fiúknak egyébként most mi a kedvence? Pokémon, Batman. Nem is tudom, kalózt is szoktak még. Aki pedig már kinőtt a játékokból, a Nemzeti Lovas Színház előadását tekinthette meg, akik Musical Lóhátról című előadásukat hozták el. Pintér Tibor, a társulat vezetője elmondta, ehhez a munkához nagyfokú állatszeretetre is szükség van. Mindenképp jó, ha van. Mindenképp jó, ha van egy ember és ló közötti kötődés és egy külön barátság, de azt gondolom, hogy lovagolni igazán csak azt tud megtanulni jól, akiben ez kialakul. De hozzáteszem, hogy a profi lovasok azok úgy vannak ezzel, hogy bármilyen lovat el tudnak lovagolni. Ami jól be van lovagolva és ugyanazt a jelrendszert tudja, ez olyan, mint ahogy a Forma 1-es versenyzők is átülnek egymás autójába, ugyanúgy tudják vezetni. A Nemzeti Lovasszínház tagjait pedig a világ számos pontjáról hívják. Legutóbb a tengeren túlról érkezett felkérés, aminek nagyon szívesen tesznek eleget. A szomszédnéni produkciós iroda tagjai humoros történeteikkel szórakoztatták a közönséget, a napot közös meccsnézés zárta. A környékbeli szurkolók együtt drukkolhattak a magyar válogatottnak.